Jó. És akkor most vagyunk körülbelül 13-an. Ez nem egy szerencsés kezdet. Majdnem 50-en voltunk, mikor abba hagytuk az előző szekciót. Nem tudom, most mások engem látnak, vagy mert én magamat kicsibe látom, és mindenki más kikapcsolva. Ez így rendben van másoknál? Én téged látlak. Mi? Engem lát. Jó, akkor pillanatnyilag ez jó. Akkor tisztelettel üdvözlöm a 6-os szekciónak a délutáni csoportját. Továbbra is építőipar, építés ügyről lesz szó. A szekciónak ugye az a neve, hogy mérséklési lehetőségek felhasználói és szolgáltatói ágazatokban, zárójel épületek, közlekedés, hulladékgazdálkodás. Ugye már délelőtt szó volt róla, hogy ez a legnépesebb szekció, bár most két előadás kiesett, így a 38-ból már csak 36-nál tartunk pillanatnyilag, de még így is a határán vagyunk a legnépesebb szekció névnek. Ezeknek az előadásoknak a több mint kétharmad része építésügyel foglalkozik, ők voltak a legjobb szervezők. Én most megígézném azt, hogy két előadás változni fog a programhoz képest, mert kiesett a harmadik és a nyolcadik előadás. Miután így is hét előadás lesz, mert délelőttről maradt egy, amelyik valahol a harmadik körül fog becsatlakozni. Így hét előadás van, mindenképpen közbe tartanánk egy szünetet a negyedik előadás után, mert túl sok ez így egyszerre. Most nem vagyunk annyira szorosan az idővel, mert több mint 3 óránk áll rendelkezésre, de ennek ellenére most is szeretném alapvetően azt a szabályt tartani, amelyik egyébként minden előadóra vonatkozik, többi szekcióban is, tehát 15 perc az előadás. Én a 10. percben visszakapcsolom a saját videómat, azzal kicsit jelzem, hogy most 5 perc van még hátra, az nem jelent nagyon nagy sürgetést, csak azt gondolom, hogy ha 5 perc van a végén, és nem már az utolsó percben szólok, akkor jobb lehetőség van arra, hogy az előadó átgondolja, hogy mit akar még mondani, és mi fér bele az 5 percbe. Az utolsó 1 percben már nem sokat lehet ugye korrigálni. Utána van 5 perc nagyjából vitára, ez a teljes bruttó idő, tehát ez a bemutatkozás, meg a próbálkozás, hogy a megosztással annak mindnek bele kell nagyjából férni. Ebben mondom, most nem vagyunk annyira szorosan, ha 1-2 percet csúszunk, az még belefér. Én egy nagyon rövid bevezetőt terveznék most mondani az egész szekcióval kapcsolatban, és igyekszem megtalálni azt, amit keresek. Igen. A szekciónk, tulajdonképpen itt baloldalt mutatom, ugye a különböző klímaváltozásra ható ágazatok közül 3-mal foglalkozik, az építőiparral, a közlekedéssel és a hulladék gazdálkodással, bár utóbbiból végül is nem nagyon van előadás. És ilyen értelemben kiragadott 3 fontos szekció a itt felsorolt kereskedelem, egészségügy, oktatás, feldolgozóipar, stb. Körül. A klímajelentésnek a szempontrendszere és a fejezet címei azonban nem ebben az ágazati rendben készülnek, hanem egy egész más rendben, és ezt próbáltam itt fönt vázlatosan bemutatni. Az első pont az valójában sokkal több pont, de a klíma változásról általában, mint problémakör, a helyzetkép, a trendek még itt vannak, mi várható, mi történt eddig, ezek ugye az első néhány fejezet, akkor, és itt a végén pedig vannak olyan fejezetek, amik a szemléletváltás, oktatás, jogi problémák, közgazdasági kérdések, közgazdasági összefüggések, biztonság, területi összefüggések, és közte vannak azok a fejezetek, amelyek különböző ágazatokkal foglalkoznak, nevezetesen úgy ketté osztva, ami a klímaváltozás szempontjából fontos, hogy a mérséklés
kérdései vannak egy fejezetbe sorolva, tehát a klímaváltozás mérséklésének a lehetőségei, amit az ágazatok tudnak produkálni. Ugye a kezdetben elsősorban erről volt szó, hogy hogy lehetne megakadályozni a klímaváltozást, aztán ez áttolódott oda, hogy hát megakadályozni nem lehet, de alkalmazkodni kell hozzá, és ez is az egyes ágazatoknak problémája, persze a lakosságnak is. Ez egy másik fejezet. Ezzel szemben az a tapasztalat, már a beküldött előadások alapján is, hogy az ágazatokban, az építőiparban, a közlekedésben, a hulladékgazdálkodásban nem igazán különböztetik meg ezeket a módokat egymástól, mint ahogy most délelőtt is volt szó alkalmazkodásról, ki is ejtette valaki ezt a szót, de ez, azt gondolom, hogy nem baj, több okból nem baj. Egyrészt, mintha egy kicsit beleragadt volna ebbe a klíma irodalom, hogy ezt ilyen nagyon élesen meg kell különböztetni. Ugye ez egy nem olyan nagyon, hát de most már mondható, hogy nagyon régi tendencia. A harmadik IPCC jelentésben volt szó arról, és annak az előkészítő anyagában, tehát ez 20 évvel ezelőtt volt, ugye 2001-es jelentés, és annak a 99-es elő anyagában, ahol ez az ábra szerepelt, hogy tulajdonképpen mi a különbség az adaptált a alkalmazkodás és a csökkentés között. Ugye, ha van a klímaváltozás, arra mindenképpen hat az emberi tevékenység. Most, hogyha a klímaváltozásoknak a különböző hatásait és hát arra való érzékenységünket, a mi sebezhetőségünket ugye a különböző fejezetek tárgyalják, meg általában azzal foglalkozunk, és végül is ennek következtében meghatározunk bizonyos szakpolitikai válaszokat, szakpolitikai beavatkozási szükségleteket. Na most ez a szakpolitikai válasz, ez kétféle lehet, hogyha ez azokban az emberi tevékenységekre próbál hatni, amik a klímaváltozást okozzák, akkor az csökkentés jellegű, viszont hogyha a klímaváltozás által okozott hatásokat tudjuk csak csökkenteni, vagy pedig a klímaváltozással kapcsolatos sebezhetésünkön próbálunk változtatni, akkor ez alkalmazkodásnak számít. Ráadásul a klímaváltozásra, függetlenül attól, hogy mekkorának gondoljuk az emberi tevékenység hatását, biztos, hogy van azon kívül is ráhatás, tehát valójában így lenne korrekt ez az ábra, hogy vannak a természetes ráhatások, tehát amikor az emberiség nem is létezett, akkor is volt klímaváltozás, tehát bizonyos hatások akkor is érvényesülnek, erre semmiképpen nem tudunk hatni, és tehát mindenképpen, tehát hogyha ha minden emberi tevékenységet, ami a klímaváltozást okozna, meg tudnánk akadályozni, és nagyon sikeres lenne a csökkentésünk, akkor is lenne olyan tényező, ami továbbra is klímaváltozást okoz. Tehát mindenképpen az alkalmazkodásról is gondoskodunk. Ráadásul azok a beavatkozások, amik a csökkentésre irányulnak, legyen az a közlekedésben vagy az építőiparban, azok a szolgáltatók részéről is, meg a lakosok részéről is változást jelentenek, és ez a változás is alkalmazkodás igényű, tehát valójában a emberi tevékenység által előidézett változáshoz is alkalmazkodni kell. Ezen kívül még megjegyzem azt, hogy maga a építés célja, az is egyfajta alkalmazkodás, hiszen azért építünk hajlékot a fejünk felé, hogy ne ázzunk meg a esőben vagy a hóesésben. Azért építünk falat, hogy a szél ne fújjon keresztül rajtunk. Azért közlekedünk, mert valahova máshova el akarunk jutni. Tehát valójában ezek az ágazatok, azt is mondhatjuk, hogy maguk is hát nem annyira a klíma, mint inkább az időjárással kapcsolatos alkalmazkodásuknak a tárgyai. Na, ezt akartam csak azért elmondani, hogy nem kell görcsölni azon, hogy itt a cím, én azt gondolom, hogy itt a címben az szerepel, hogy csökkentés, itt tulajdonképpen az ágazatok hatásairól nyugodtan beszélhetünk, és eddig is ez történt, hogy beszéltünk. És én ennyivel gondoltam hozzájárulni az elején az egész szekció, nem csak a mai szekciónak a
kérdésköréhez, és akkor most felkérném Magyar Zoltánt, a BME épületenergetikai és épületgépészeti tanszékéről, hogy hát egyrészt mutasd be magad, ugye az előbbi szekcióban ilyen hosszat előzetes bemutatások voltak, én egyrészt nem is tudnálak bemutatni, másrészt azt gondolom az is az időből veszel, úgyhogy én azt javaslom, hogy saját magadról, amit gondolsz, hogy fontos, ezt mondd el, és én pedig elkezdem mérni az időt és jegyzetelni. Bocsánat, még két dolgot elmondanék. Aki 35 év alatti és indulni akar azon a versenyen, ami a szekción belüli legjobb fiatal előadó elnevezésért folyik, az szóljon, hogy ő indulni akar, és utána adja be a jelentkezését. Ez azt hiszem, hogy nem érinti dr. Magyar Zoltánt. Sajnos nem. Lehet látni az előadásomat? Igen, igen, teljesen rendben van. Én pedig jó, nagyon szépen köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit. Magyar Zoltán vagyok. Én épületgépészmérnök vagyok, és az elmúlt 20-30 évben komfortelmélettel, épületenergetikával foglalkoztam. Az előadásom címe az elég tág, meglévő épületek energiafelhasználásának csökkentése. Egyszerűen azért, mert három projektről szeretnék beszélni, és ezekre majd részletesen kitérek. Én két titulust írtam fel. Az egyik a Műegyetem épületenergetikai és épületgépészeti tanszéke, a másik pedig a Comfort Consulting Kft. Ennek az az oka, hogy azok a projektek, amelyeket bemutatok, azok közül van, amelyiknél a Műegyetem volt a partner, és van, amelyiknél a Comfort Consulting Kft. A projektek közül az első egy Republic ZEB nevű projekt, amelyik a közel nulla és hasonló, inkább a nulla felé induló középületek felújításával foglalkozik. Ezt a Műegyetemnél, mint partnerként én vezettem a projektet, illetve H2020-as projektből van a Triple Reno, amelyik ebben az évben fejeződik be. Itt részletesebb eredményeket is be tudok mutatni, illetve az U-Cert projekt, amely 2022-ben fejeződik be, tehát ez is egy futó projekt. Bevezetésként a délelőtti előadásban már elég sok szó esett arról, hogy az épületek energiafelhasználása a teljes energiafelhasználásának körülbelül a 40%-át teszi ki, de ebbe nincsenek benne azok az épületek, amelyek a gyárkapun belül vannak, tehát az iparhoz tartoznak, és nincsenek benne azok, amelyeket a közlekedéshez sorolunk, tehát például egy vasútállomás, vagy más épület. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor az épületek aránya az körülbelül a 45-48% lehet. Ha ugyanezt egy más megvilágításban vizsgáljuk, tehát megnézzük azt, hogy a teljes energiafelhasználásnak hány százaléka esik fűtésre és hűtésre, akkor az körülbelül a fele. Ezen belül van az épületek fűtése, de akkor itt viszont már megjelenik az ipari folyamatoknak a fűtése is, és hát természetesen a hűtés is. Ezekből az ábrákból nagyon jól látszik ennek a területnek a jelentősége, és ennek megfelelően az Európai Unió különböző energiahatékonysági célokat tűzött ki, ilyen például a Renovation Wave, vagy a Climate Target 2030-ra, ezek mind tavaly jelentek meg, és a cél a épületek energiafelhasználásának a csökkentése, illetve a meglévő épületek felújításának a fokozása. A felújítási ráta jelenleg körülbelül 1%, és ha ez így is marad, akkor nem érjük el azokat a célokat, amiket az Európai Unió kitűzött, tehát legalább egy 3%-ra lenne szükség. Az első projekt, amely a Műegyetem partnersége alatt történt, ez 2016-ban már lezárult, a célja
a középületek mély felújítása volt, 11 partner vett benne részt. Először megvizsgáltuk a középületállományt, megjelöltük a referenciaépületeket, és megnéztük, hogy a partnereknél mit jelent az, hogy közel nulla energiafelhasználású épület. Hát volt olyan ország, ahol a irodaépületeknél a közel nulla primer energiában körülbelül 40 kWh négyzetméter évet jelentett, és olyan is volt, ahol 200, tehát ezeket így abszolút nem lehet összehasonlítani, de ezen kívül megnéztük azt, hogy hogyan lehet ezeket az épületeket felújítani, hogy a célt elérjük. A projekt keretében megfogalmaztunk egy definíciót, hogy mit is nevezzünk mi közel nullának. A tagállamoknál a közel nulla definícióban csak műszaki paraméterek szerepeltek. Mi úgy határoztuk meg, hogy ha kiindulunk a meglévő épületünkből, csökkentjük ennek az energiafelhasználását, minden pötty egy-egy intézkedést jelent, és hogyha a függőleges tengelyen a globális költség különbséget nézzük, amiben benne van a beruházás, az üzemeltetés és a kártalanítás is, akkor a költségoptimumnál jobbnak kell lenni, tehát kisebb legyen az energiafelhasználása, de ugyanakkor térüljön meg, tehát maradjunk a tengelynek az alsó részén. Egy konkrét példát szeretnék bemutatni, ez egy magyarországi esettanulmány, ahol különböző intézkedés csomagokat vizsgáltunk, itt éppen 12 intézkedés csomagokat, de talán az a legérdekesebb, hogy ezeknél az intézkedési csomagoknál minden esetben meghatároztuk a fűtési hőigényt a magyar számítási módszerrel, tehát a 7/2006-os TNM rendelet szerint az egyszerűsített módszerrel, a részletes módszerrel, valamint dinamikus szimulációval, itt a Transis programmal végeztük el a számítást, illetve a CEN szabvány szerinti számítást is elvégeztünk. Ebből nagyon jól látszik, hogy a magyar számítással lényegesen nagyobb értékek adódtak, tehát itt a biztonság irányába megyünk el, de ha megnézzük a dinamikus szimulációt és a CEN szabvány, az nagyon közel van egymással, tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a magyar számítási módszer az nagyobb eredményt hoz, mint amennyi a tényleges, és ezt alátámasztják a délelőtti előadásban elhangzottak, hogyha például a mért értékekkel hasonlítjuk össze, akkor a mért fogyasztás kisebb. De én úgy érzem, hogy ez is igaz, meg az is, hogy a számítás nagyobb, mint a tényleges. A másik projekt, amiről szeretnék beszélni, ez a Triple Reno projekt, amely egy olyan céllal készült, hogy a mély felújítást a lakóépületeknél szeretnénk elfogadtatni a lakókkal. Tehát ne az legyen, hogy mi eldöntjük azt szakemberek, hogy mit kell a lakásoknál végrehajtani, hanem alakítsunk ki egy felhasználó központú platformot, amely segíti az lakásban lakókat a döntéshozatalban, a kivitelezésben és az épület használatában is. Ebben a projektben 16 partner vett részt, és az első egy ilyen játékos elemzés, hogy egy egyszerű ember, egy lakó számítógéppel vagy telefonnal lefuttat egy kis programot, megnézi a saját épületét, és hogy mi lenne, ha én ezt elvégezném, ha azt elvégezném, hogy egyáltalán belekezdjen a folyamatba, és utána a következő lépés a tervezés, utána a kivitelezés és a használat, és a használat után ne álljunk meg, hanem elemezzük az eredményeket, és ezzel egy körfolyamatot el tudunk indítani. És a program az legyen vonzó, és ma egy vonzó programra mi úgy gondoltuk, hogy ha ez ilyen játékelemeket tartalmaz, akkor egy egyszerű felhasználó részére mindenképpen vonzó, és növeli a felhasználói tudatosságot, a szokások megváltoztatására tud ösztönözni. Ugyanebben a játékos részben az is benne van, hogyha megvalósította a felújítást, akkor kapjon információt a megvalósított épületnél az energiafelhasználásról,
a belső környezeti minőségről, az egészségről, a jólétről. Tehát ezt is nagyon fontosnak tartjuk. Legyen elfogadható, ami azt jelenti, hogy vonjunk be különböző felhasználói csoportokat. Különböző interjúkat tartottunk, mély interjúkat, különböző szintű kérdőíveket, és a demo épületek a több partner országban megtalálhatók, és így végeztünk egy kutatás, egy etnográfiai kutatást is. Az egész felújítás az legyen megfizethető, tehát egy olyan döntéstámogatási rendszer legyen benne, amelyik műszakilag megalapozott, és az épületben lakó gazdaságos megoldást tudnak választani az adott épületnél. Tehát a három fő komponense, az egyik a labeling, tehát egy címkézés, egy minősítés, amelyben benne van az energiahatékonyság, a beltéri környezeti minőség és jólét. Legyen egy olyan része, amelyiknél az épületben lakók megfelelő stratégiát tudnak választani, illetve ennek az eredményeit megfelelően be tudjuk mutatni. A program keretében mi fejlesztettük ki a kombinált minősítési rendszert, amelyikben egyszer egy energetikai, és egyszer pedig egy jólét és egy belső környezeti minőségre utaló rész is szerepelt. A lényeg, hogy a jólétre és a belső környezeti minőségre vonatkozó részt két részre bontottuk, egy kvalitatív és egy kvantitatív részre. A minőségi rész tartalmazza az épületnek a jellemzőit, tehát ilyet, mint szabályozás, árnyékolás, légzárás, sugárzófűtések alkalmazása. A másik pedig a mérhető paramétereket, a komfort paramétereket, amely alatt mi hőmérsékletet, operatív hőmérsékletet, páratartalma, széndioxid, TVOC, formaldehid, PM2,5, PM10-es értéket értettünk, és ezek a felhőn keresztül mindenhol mérhetők. Látom, hogy az időm az nem sokára lejár, de akit ez a program részletesebben érdekel, a Magyar Épületgépészetnek az idei első két számában ezt részletesen leírtuk, illetve a jövő héten virtuálisan kerül megrendezésre a Cold Climate és HVAC konferencia. Ez eredetileg Tallinnba lett volna. Itt erről elhangzik egy előadás, illetve májusban Lisszabonba lett volna, ez is online lesz, egy Climamet konferencia, ahol erről a projektről fogok előadást tartani, mégpedig a konferenciának az első részén egy keynote előadásra kértek fel ennek az ismertetésére. A másik, illetve a harmadik és az utolsó projekt, amelyről röviden fogok csak beszélni, ez az U-CERT, ez a felhasználó központú energiahatékonysági értékelési és tanúsítási rendszer kidolgozásával foglalkozik. Itt 17 partner 11 országból vesz részt. Megvizsgáljuk ezekben az országokban a jelenlegi energetikai tanúsítványt, illetve megnéztük azt, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség, hogy felhasználó barát legyen. Ehhez a épületenergetikai direktívához tartozó szabványok közül kigyűjtöttük a kulcs szabványokat, ebből kiválasztottuk azokat, amelyeknél érdemes a nemzeti melléklet előkészítése. Ezt az ITM, illetve a Magyar Szabványügyi Testülettel egyeztetve, megvitatva próbáljuk összeállítani, hogy Magyarországon is szülessenek nemzeti mellékletek. Foglalkozunk a projekt keretében az okos épület mutatóval, és megnézzük, hogy ezekben a szabványokban milyen választható lehetőségek vannak, ezeket a választható lehetőségeket pedig egymással összehasonlítjuk. Lényeges, hogy a mért energiafogyasztást összehasonlítjuk a
számítottal. Ebből nagyon sok mindenre lehet következtetni, az épület használatára, illetve a különböző számítások pontosítására, illetve a projekt során még különböző gyártói termékek is benne lesznek az adatbázisban, illetve ezek a különböző segédanyagok, ezek szolgáltatnak input adatokat a digitális útfelújítási útlevélhez, a Building Renovation Passporthoz, illetve az energetikai tanúsítvány atlaszhoz. Én köszönöm szépen a figyelmet, minden egyes projektről lehetne órákat beszélni, de én úgy érzem, hogy jelen előadásnál a cél az volt, hogy bemutassuk, hogy mivel foglalkozunk, egy rövid ismertetést tudjunk erről tartani, hogy tudjunk egymásról, és ha bárkinek bármilyen kérdése van, akár most, akár a későbbiekben, nagyon szívesen válaszolok rá. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen az előadást. Hajszál pontosan betartottad a 15 percet, tökéletes időzítés volt. Kiemelném az előadásból azt, hogy a tanúsítvány szó az sugall egyfajta ilyen bürokratikus felhangot, és a törekvést láttuk arra, hogy ebből a bürokrácia, ebből a bürokratikus felhangból, vagy értelmezéstartományból az emberibb megközelítés felé kibújjatok, ami nekem nagyon szimpatikus. Ezen kívül hallottunk ugye a mért és a számított értékeknek, hát ez egy visszacsatolás tulajdonképpen, hogy ellenőrizzünk, ami a mérést is ellenőrzi, meg a számítást is. Kérem szépen, hogy kérdéseket, hozzászólásokat tessék jelezni, valaki jelez is, azt nem látom, hogy ja igen, a 28 nem látható közül valaki, kérem, hogy aki felemelte a kezét, az jelentkezzen, bújjon elő. Zoltán pedig arra kérem, hogy a megosztást szintén meg. Igen. Nemes Tamás, én vagyok az, Nemes Csaba. Nagyszerű. Hallottok engem, professzor úr. Igen, igen. Először is gratulálok a projektekhez. Másodszor is lehet, hogy valamit én értettem félre, de lehet, hogy az adatok ennyire szélsőségesek. Ugye akkor azt említette professzor úr, hogy a középületekből bejövő adatok a 40 és 200 kWh per négyzetméter per évet jelentettek le. Ami engem meglepett, hogy a Diannának az előadásában, ami Bécsről szólt, ugye a bécsi szecessziós hegyet felújításáról, ő az átlagosat, én most vissza is lapoztam, felírtam magamnak, nagyjából 800, ami átlagos, 800 kWh per négyzetméter, ami modern, az 450, és ők lementek ugye az új tervezésre 61-re. Én értek valamit félre, vagy ezek tényleg ilyen szertágazó, szélsőséges adatok? Igenis, nem is. Szerteágazóak az adatok, tehát borzasztó nagyok a különbségek egyes épületek között, ez igaz. De kérdés, hogy miben számoljuk az energiafelhasználást? Amit én mondtam, ott primer energiába számoljuk, ami azt jelenti, hogy ha magyarországi esetet nézzünk, hogy elektromos áramot használunk fel, vagy gázt, a kettő között van egy 2,8-as szorzó. Így van. Tehát ebből következik, hogy azoknál az országoknál, ahol az elektromos áramot nem gázból, nem szénből, hanem mondjuk vízi erőműből állítják elő, ott ez a szorzó sokkal kisebb. Van olyan Ausztria az ilyen, mert ott 70%-a vízi erőműből van a villamos energiának, akkor így talán. Az északi országok is ilyenek, ahol rengeteg Norvégia a szélerőmű. Tehát például igen. Norvégia, Dánia. Norvégia, vízerőmű, igen. Igen, egész mások ezek a számok. Tehát az jött ki ebből, hogy egyik országot a másikhoz nagyon nehéz összehasonlítani, arra viszont kiváló, hogy országon belül tegyünk különbségeket. Köszönöm szépen, nagyon érdekes. Köszönöm. Köszönöm én is. Akkor Csaba, ha leveszed a kezedet, akkor látom, hogy más jelentkezik-e. Úgy látom, hogy nem. De igen, CN, aki
Szintén Csaba Nemes. Igen, akkor... Más jelentkező nincsen? Akkor tovább lépünk köszönettel. Én is gratulálok az előadáshoz. Köszönöm szépen. És a következő, azt hiszem Munkácsi Béla lesz az előadója négy szerzői műnek. Csontos Csaba, Harmat Ádám, Soha Tamás, Munkácsi Béla. Jó, jó napot kívánok, én leszek az előadó most. PTK Energiaföldrajzi Kutatócsoportból. Így van. Pillanat, mindjárt osztom a képernyőm. Még előtte elmondhatod, hogy kik vagytok. De igen. Mindjárt, akkor így most már minden készen van, hogyha egy visszajelzést kaphatok, hogy látszik-e. Látszik, igen, és már vetítésmódban. Jó, köszönöm szépen, akkor belekezdek. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Csontos Csaba Péter vagyok, az ELTE TTK doktorandus hallgatója, és akkor szeretném itt jelezni, hogy ebben a külön díjas versenyben majd szeretnék nevezni, ha van rá lehetőség. Az ELTE-n már évek óta folyik egy nagyon komoly kutatás, ami az hőenergia felhasználásra, ennek a mérésére és a validálására vonatkozik. Vidéki települések, rurális térségekben végezzük ezt, és ezt szeretném pár percben összefoglalni, milyen eredményekre jutottunk, illetve milyen nehézségekkel és kihívásokkal állunk szemben, amit a közeljövőben meg kéne oldanunk. Hát egyértelmű, hogy sok mindent át kell nézni, hiszen a jelentősége a hőenergiának már az előző előadásból is kiderült, hogy óriási energiafelhasználásunk és energialábnyomunk 40%-át biztosan ez a szektor adja. Ennek a racionalizálása elkerülhetetlen, hiszen közvetett módon az éghajlatváltozás, közvetlen módon a téli levegő minőséget is döntően befolyásolja, és akkor még nem beszéltünk az importfüggőségről, a helytelen tüzelőanyagok felhasználásáról, az elavult technológiákról, mind központi rendszerek, mind egyedi rendszerek esetében, és egy pillanat, nekem elszállt a prezentáció. Igen, most igen, látunk. De akkor megpróbáljuk még egyszer. Hát, ha most látszódik? Igen, igen. Jó. Szuper. Lehet, hogy a shift gombot nem szabad használni, csak a lefele mutat. Nem nyúltam hozzá, de nem baj, majd a technikával megküzdünk, ahogy az éghajlatváltozással is. És hát a növekvő energiaszegénység, főleg itt a vírushelyzetben különösen fontos, hogy ezt a szempontot és problémát is szemügyre vegyük, amikor hőenergia felhasználásáról beszélünk. És hát miért olyan nehéz a mérése? Ugye már erről volt szó, biztosan ma is többek is fognak erről beszélni, de hát ugye nem kézzelfogható, itt a primer energiáról és a nettó felhasználásról, az energiatanúsítványokról tényleg az elmúlt percekben is beszélgettünk, és azt kell látni, hogy a valóság az köszönő viszonyban nincs azzal, amit az épületeknek elvileg kéne tudni. Egészen addig, amíg az épület nem szabályozza majd saját magát, addig az emberi tényező azt igenis számba kell venni. A statisztikai adatok sajnos azonban részben elérhetőek, csak a földgáz, a vezetékes földgázra még csak-csak jó adatbázisok érhetőek el, viszont már a távhő esetében is találkozunk olyannal, hogy épületszinten lehet a felhasználást mérni, viszont lakásszinten nem, és a villamosenergia és a hőszivattyúk és egyéb villamosfűtési rendszerek elterjedése szintén megnehezíti a hőenergia felhasználás mérését. És ekkor érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy a szilárd tüzelés esetében pedig teljesen fogózó nélkül maradunk sok esetben. Itt a fűtőértékek változása, a hatékonyság változása és a tényleges fogyasztásban bekövetkező változások szinte, nem azt mondom, hogy lehetetlenné, de igencsak nehézé teszi, inkább csak becsülhetővé teszi a hőenergia felhasználást. Az időjárási viszonyok, a felhasználási szokások mind-mind hozzájárulnak ehhez a bizonytalansághoz, és a módszertani nehézségekkel ugye Dunát lehet rekeszteni, de arra kellett rájönnünk a terepi felmérés során is, hogy akár ilyen egyszerű kérdésekre is nagyon nehéz választ találni, mint például a lakott lakások száma, hogy alakul egy adott településen, fűtött alapterület és az energiahatékonyság különböző elemei, hogy állnak a valóságban.
Szóval ezért igyekeztünk most már közel fél évtized alatt felmérni bükkajai településeket, és egy nagyon kiterjedt terepi és online kérdőívezéssel több mint 2200 kérdővet gyűjtöttünk be 50 kolléga bevonásával. Interjúkkal, telepbejárással, Street View felméréssel, az országos és regionális adatbázisok és statisztikák elemzésével, valamint a legkorszerűbb GIS-es elemzésekkel, és ahogy az előadásomban is lesz majd szó, szoftveres hőatlasz validálással igyekeztünk meghatározni a hőenergia felhasználást. Most az idő rövidsége miatt a 31 településhez csak egy szűkebb mintát fogok tudni bemutatni. Itt a Dél-Bükkaján végzett kutatásunk 1354 kérdőívre támaszkodik, ami igen kiterjedt, és a települések 10%-áról, háztartások minden egyes település esetében 10%-áról van valami adatunk. Ebből próbáltunk következtetni a teljes települési hőenergia felhasználása a lakossági szektorban, és ez a mintaterület azért különösen érdekes földrajzi szempontból, mert egyrészt a hegység, a hegyláb és a síkság találkozása mindig vegyes képet mutat, mármint mindig vegyes képet ad a hőenergia, illetve energiafelhasználás kapcsán. Másrészt az agglomerációs hatások, a rurális, periférikus társadalmi különbségek is tapasztalhatók, csak úgy, mint a lignitbánya, vagy például a geotermikus források Bükkáblányban, illetve Máiban és Kistokajban. Az első és legfontosabb, hogy arról essen néhány szó, amikor a hőenergiáról beszélünk, hogy az energiahatékonyság hogy áll ezeken a településeken, az épület energiahatékonyság sajnos nagyon rosszul, a rurális jellegű, Miskolctól távolabbi területeken ez a diagramokon is jól látszik, hogy szinte elenyésző mennyiségben van például a homlokzati hőszigetelés a házakon, és a födém szigetelés is hagy kívánnivalót maga után. A miskolci agglomeráció a prosperáló településeken, ahol gazdagabb rétegek laknak, ott láthatóan ezek a számok magasabbak, de még itt is van hova fejlődni. És igazából a döbbenet akkor következik, amikor a számok mögé nézünk, hiszen amikor azt beixeljük, hogy van szigetelés, sokszor azt akarja csak, hogy troszka, azaz kohós alak van a födénbe döngölve pár centi vastagságban. Ez ugye rákkeltő szigetelőanyagnak minősül, így nem támogatja sem a klímacélokat, sem más egyéb célokat igazán. A szigetelések összvastagsága is 11 cm-ben alapítható meg, és nagyon sok a házi barkács megoldás, ami inkább csak árt hosszú távon, mint használ. A felújítási ütemről, rátáról már volt szó, de ha ezt kimondjuk, hogy az 1% mit jelent, illetve ezeken a településeken még talán ennyi sem, akkor ez 250-300 évet jelenten az épületállomány teljes megújulására. Nyilvánvalóan ennyi időnk nincsen, de a lehetőségek viszont hatalmasak. Ami másik szempont, hogy a hőenergia felhasználás nagyon változatos képet mutat, mármint amit a fűtési energiamixre vonatkozik, hiszen átlagosan itt a baloldali diagramon látható, hogy körülbelül egyenlő arányban kis különbsége 39-45%-ban a tűzifa és a földgáz dominál, de ha település szinten lebontjuk az adatokat, úgy, hogy ezek a települések igazából pár kilométeres körben helyezkednek el egymástól, látható, hogy mit jelent a lignitbánya közelsége, mit jelent egy agglomerációs településnek az infrastruktúrális ellátottsága, vagy akár az erdőszélen elhelyezkedő településeknek a tűzife felhasználása, és ezek mind-mind azok a szempontok, amiket számításba kellett venni, akár a hőenergia igény, a háztartási hőenergia igény meghatározásánál. Ez egy hatalmas humán erőforrás igényű munka, a terepi felmérés mindig az, ráadásul most a vírus helyzetben szinte lehetetlen is. Ezért nagyon nagy szerencse, hogy az elmúlt években nem csak az ELTE-TTK-n, hanem számos európai csúcskutatóintézetben erre nagy erőt fordítottak, és számos H2020-as projekt indult el, Heat Roadmap Europe, Hot Maps, Energy Cities, Plan Heat, skóciai hőatlasz, amik azt próbálták elérni,
hogy egy szoftveres alkalmazás segítségével legalább nagyságrendileg meg lehessen mondani, hogy egy-egy településen mekkora a hőigény, és így a hőenergia tervezést hosszú távon lehet segíteni, akár a távhőrendszerek kiépítését, akár az épületállomány korszerűsítését ezekkel a számokkal, ezekkel a kiinduló számokkal már el lehet kezdeni. A kutatásunk eredményében azt láthatjuk, hogy nagyjából ez a piros oszlopokat kell nézni, ami a mi eredményünket illeti, hogy a települések körülbelül 2000 és 23.000 megawattóra per éves hőigényt, háztartási hőigényt mondhatnak magukévának, viszont amikor a PETA eredményeivel ez a Pan-European Thermal Atlas összehasonlítottuk az eredményeket, az látszott, hogy rendre a PETA felül becsülte itt a zöld oszlopokkal látható a hőigényeket. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a PETA még teljes települési hőigényeket számított, és lakossági szektorra külön nem adott közre számokat, így tulajdonképpen ez a 80%-os eltérés, ez teljesen rendjén való, hiszen a lakosságon kívül más szektorok, ipar, szolgáltatás, illetve az önkormányzati épületek is fogyasztanak hőenergiát. Viszont az látható, hogy néhány esetben vannak módszertani sajátosságokból fakadó kiugrások, és a minél kisebb egy település, annál nagyobb volt az eltérés a terepi felmérés és a szoftveres felmérések között. Sőt, a PETA-nál egyenesen a legkisebb települések, amik 2-3000 megawattóra per éves hőigényűek, teljesen kiestek a rendszerből. Ezért végeztük el a validálást egy a legújabb 2020-ban véglegesített HotMaps szoftver segítségével, ezt Cságával láthatják. Itt már annyival fejlettebb volt ez a szoftver, hogy lakossági hőigényekre is tudtunk adatokat nyerni, és így azt tudtuk összehasonlítani, itt 100%-ot kell tehát figyelni. Itt is azt lehet mondani, hogy az adatok azért a terepi és a szoftveres felmérés közel egyforma volt, így megbízhatónak bizonyultak, viszont néhány hiba, illetve kilengés, anomália itt is megfigyelhető. Bogácsnál ez valószínűleg a turizmus okozza, illetve minden kisebb egy település, itt is elmondható, annál nagyobbak lesznek az eltérések, viszont olyan település már nincs a HotMaps térképen, ami túl kicsi lenne ahhoz, hogy felkerüljön rá, szóval ez egy nagyon megbízható adatbázis, és ez a hőenergia tervezés kapcsán nagyon fontos lépés, hiszen itt a humán erőforrásigényt nagyságrendileg lecsökkenthető ennek a szoftvernek a használatával. Nyilván a terepi utóvizsgálatok nem elkerülhetőek, de bizonyos pályázatokhoz, illetve az, hogy gyakorlatilag megvalósuljanak fejlesztések, már ez is elégséges lehet. És a kutatásunk egyik legfontosabb kérdése, ami a képen is látszik, hogy távhő vagy az egyedi fűtés, hiszen nem ördögtől való gondolat az, hogy már a pár ezres lélekszámú települések esetében is távhőrendszereket építsünk ki, helyi falufűtő műveket, ez amúgy a NECD-ben is már szerepel, és hogyha Ausztriára vagy Dániára gondolunk, akár csak a szomszédos Güssingi régióban tucatszámra építettek már ki jól működő rendszereket. A távhőelőnyeiről ebben a körben szerintem nem kell hosszasan beszélnem, viszont az fontos kiemelni, hogy Bükkvaján a társadalmi megítélés kifejezetten jó. Az emberek közel kétharmada inkább elfogadó és pozitív egy távhő fejlesztés kapcsán, mint sem, hogy elutasító lenne. Ez egy nagyon fontos tétel, hiszen az ő támogatásuk nélkül ezek a projektek nem valósulhatnak meg. Amiről nem beszéltem az idő hiánya miatt, de a hőenergia igények mellett felmértük az erőforrásokat is, hiszen helyben elérhető megújuló energiaforrásokkal lehet csökkenteni az importfüggőséget és növelni a helyi gazdaság erejét, és az látszódott, hogy ezekben a településekben rendkívül nagy potenciál rejlik. Vannak olyan települések, ahol 5-szörös vagy 3-szörös megújuló energiaforrások állnak rendelkezésére, mint a települési hőigény.
igény, és itt is lehet különböző forrásokat kombinálni. Ez a hibrid energiafelhasználás, ez a jövő záloga úgy tűnik. És a hőigények, a hőigénysűrűségek és a megújuló energiaforrásokkal való ellátottságból összesítve egy standardizációs számítással ki tudtuk számolni azt, hogy mely települések azok, amelyek leginkább alkalmasak egy távhőfejlesztési projekt elindítására. Itt zölden láthatóak ezek a települések. Köztük kiemelném Bükk-Kábrányt, ahol ugye a bezáró bánya a következő években nagyon fontossá teszi, hogy más irányokba mozduljon el a település. Nagyon jó adottságok vannak Bogácson, és a helyi termálfürdővizét is ki lehetne használni. Illetve azokról a településekről se feledkezzünk meg, ahol a számítások azt mutatják, hogy inkább az egyedi fűtési rendszereket kellene támogatni. Erről később Munkácsi Béla fog részletesebben beszélni egy előadásban. Mind a két irány jó, csak el kell kezdenünk, hiszen a klímaváltozás miatt meg vannak számlálva tulajdonképpen az éveink, amíg meg lehet ezt tenni, és azt látjuk, és azt javasoljuk, hogy a hatékonyság növelést minden létező eszközzel támogatni kell. A korszerű megfelelő szigetelés és nyilászáró csereprogramok, hőszivattyúk alkalmazása, a felvilágosító kampányok, az emberi tényezőnek a számbavétele nagyon fontos, regionális infopontok, akár felújítást támogató irodák nyitása is épp úgy beilleszkedik ebbe a koncepcióba, és a szoftveres támogatású hőenergia tervezés elterjesztése kulcsfontosságú lehet. Most már rendelkezésre állnak olyan hőtérképek, amelyek terepi felmérések kombinálva reális képet adnak egy-egy településről, a társadalmi hozzáállást is fel lehet térképezni, és az új EU-s pénzügyi ciklusban helyreállítási alappal kiegészülve nagyon nagy lehetőségek vannak arra, hogy ebben az irányban elinduljunk. A távhő és a hatékony egyedi fűtési megoldások pedig nem egymás ellenségei, hanem kéz a kézben ezeket a megoldásokat támogatni kell, hiszen a hőenergia termelés, elosztás és felhasználás mind nagyon fontos, és mind a három szegmensben előre kell lépnünk, és erről még ma lesz előadás, hogy ezek hogy illeszkednek össze. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akinek felkeltette a kutatásunk az érdeklődését, azt az International Journal of Sustainable Energy Planning and Management hasábjai már angolul, illetve a magyar energetikában magyarul is el tudja olvasni. És természetesen bármilyen felmerülő kérdésre szívesen válaszol. Köszönjük szépen az előadást. Nagyon világos előadás volt, nagyon szépen látszott, hogy mit mértetek és milyen céllal. Egyetlen, először megkérdezem, van-e kérdés? Amíg nincs addig, vagy én nem látok, addig jelezném. Azt az egy mondatot, hogy a távhő előnyeiről a jelenlévőket nem kell meggyőzni, ez egy délutáni vita alapján kicsit megdőlt. Délelőtt volt egy rövid vita, hogy nem voltál azon ott, arról, hogy a távhő talán egyrészt nem annyira jó, mint amennyire jó PR-ja van, hiszen egy olyan központi rendszer, ami egy kicsit a pazarlásra is ösztönözheti az embereket, tehát a globális energia mérlegbe esetleg hátrányos, tehát a helyi energia az ebben a szempontból esetleg előnyösebb vagy fontosabb. Ugye ennek nem mondtál igazán ellen, csak azt mondta, hogy a kettő egymás mellett kell. Pont ritkán lakott területen, tehát ilyen vidéki településeken kérdéses, hogy a távhőnek ugye egy kompakt városban esetleg ott kevés a szállítási távolság, és sok lakást kell fűteni, nem biztos, hogy ez ugyanúgy van egy falu helyen, illetve biztos, hogy nem ugyanúgy van. Igen, erre csak egy fél mondattal reagálnék. Az nagyon fontos, hogy ezeket a távhőrendszereket hogyan valósítják meg a gyakorlatban, ugye ott a részletekben rejlik az ördög. Dániában azt látjuk, hogy akár
pár ezer, szóval 2000-2200 fős települések teljes egészében távhőre vannak ellátva. Nyilvánvalóan, amikor új távhőrendszert kell kiépíteni, akkor az egy hatalmas költség, de például Máj-Kistokai esetében, ahol ott fut el a település mellett a hatalmas geotermikus energia, szinte már ég az ember tenyere, amikor arra gondol, hogy miért nem a helyi településeken, ahol feltör a víz a felszínre, miért nem ott használjuk fel ezeket az erőforrásokat. Valószínűleg nagyon sok helyen nem megvalósítható, viszont Magyarországon is biztos vagyok benne, hogy nagyon sok vidéki település esetében egy rentábilis megoldás lenne, és pont ezekkel a kutatásokkal próbálunk ennek megágyazni, hogy amikor megvalósítás elérkezik, vagy amikor már pénz áll a házhoz, akkor már ilyen alapkutatások segítsék a helyi döntéshozókat, és a szakemberek összefogásával megvalósulhassanak az ilyen projektek. Jó, köszönöm szépen. Én természetesen csak föltettem a kérdést, én nem értek hozzá, csak amit délelőtt hallottam, azt ide átfordítottam. Köszönöm szépen. Van-e a hallgatók között, akinek közben megjegyzése hozzáfűzni valója támad? Ha nincs, akkor még egyszer köszönöm szépen a én is köszönöm. Előadást. És megkérdezem, hogy a délelőtti előadók, a BMS Szilárdságtani státuszszerkezeti tanszék jelen van-e már? Ott van egy elhalasztott előadásunk, én, akkor most igen. Lenne ennek ideje. Közben mondom, hogy Deme Béla Zsófiának az előadása, úgy hallottam, hogy el fog maradni. Ha nem így lenne, akkor kérem, hogy szóljon Zsófia, de akkor is most megtartjuk először a délelőtti előadást. Tehát ez Sipos András Árpád, Hegyi Dezső, Sajtos István a három szerző. Ebből a Sipos András Árpádra tippelek az A betűből, hogy ő van itt. Fenntartható épületállomány tartószerkezeti probléma térkép, ugye ez lesz az előadás címe. Igen, igen, ez lesz az előadás címe. Az a kérdés, hogy látható-e? Látjuk, most kicsit ugrált, igen. Jó. Akkor elkezdeném, szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnénk megköszönni ezt a lehetőséget, hogy ezt az előadást itt elmondhatjuk. Ugye mi tartószerkezet tervezéssel foglalkozunk, ez egy kicsit távolabb áll a szekciónak is az alaptémájától. Ugyanakkor két kollégámmal, Hegyi Dezsővel és Sajtos Istvánnal többször beszélgettünk így a tartószerkezetek és a klímaváltozás, ökológiai krízisnek a kapcsolatáról, és ez a konferencia egy jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit összefoglaljuk a gondolatainkat így egymásnak is, és én nagyon remélem, hogy ez a hallgatóság számára is fog majd olyan szempontokat adni. Ugye itt valahogy egy határfelületről szeretnék beszélni, ahol az energetikai tervezés, illetve az épületállománynak az energetikai vizsgálatát szeretnénk összekapcsolni azzal a kérdéssel, amit tartószerkezetekről tudunk. Egy kicsit a dián látható képek utalnak a motivációnkra, hogy milyen irányban szeretnénk majd gondolkodni. A probléma felvetésünk az a következő, ez az Európai Unió egy 2012-es ilyen riportjából származó fénykép, amikor ugye egy régi, vagy viszonylag idős tégla szerkezetre, vagy falazott szerkezetre ugye napelemeket telepítettek az energetikai megújulásnak a jegyében, ami egy nagyon dicséretes tevékenység, és hát a délelőtti szekció is több ponton érintette ezt, hogy ez mennyire egy fontos szegmense az ökológiai építésnek, vagy a fenntartható építésnek. Azonban ez az épület a 2012-es földrengés során ugye jelentősen megsérült, amint az ábra is mutatja. És azért választottuk ezt motivációs diának, mert az előadásnak az egyik fő vonulata nagyon szeretné felhívni arra a figyelmet, hogy ugye az épületeknél egy épületnek a tartósságát alapvetően a tartószerkezet határozza meg, ha tönkre megy, vagy elbontom a tartószerkezetet, akkor vége az épületnek. Az energetikai beruházásoknál nagyon gyakran ugye rövidebb élettartamú eszközökkel, megoldásokkal operálnak a tervezők, és valahogy ezeknek az eltérő tartóságoknak az összehangolása, illetve a hosszú távú viselkedésnek a megjóslása, vagy helyes kezelése, az legalább annyira egy fontos kérdés, mint az, hogy konkrétan milyen épület energetikai megoldást alkalmaz a tervező, vagy alkalmaz egy társadalom. Tehát valahol a probléma felvetésünk az ebből indul ki, hogy itt nagyon sokszor különböző tartósságú rendszereket szeretnénk
összepasszintani egymással, és a kérdés, hogy ezt hogyan érdemes jól csinálni. Tartószerkezet tervezőként ez valahogy úgy tűnik, hogy ugye itt egyrésztről fontos kérdés a tartóság, másrésztről fontos kérdés az anyagfelhasználásnak a minimalizálása, ezt is a délelőtti szekcióban többen érintették. Szóval valahol a szerkezetnek a geometriája, az anyagfelhasználásának és a tartóságnak a kapcsolata az egy elég összetett elemzést igénylő feladat, és egy kicsit a mai előadásban ezt a témát szeretnénk körbejárni. Négy csoportba gyűjtöttük az esettanulmányainkat. Először picit beszéljünk arról, hogy a történeti szerkezetek mennyiben jelentenek problémát, ahogy azt hallottuk a délelőtti szekcióban, illetve mennyiben jelentenek egyfajta inspirációt, főleg az anyagtakarékos megoldások tekintetében. A második fő téma az a meteorológiai terhekhez történő alkalmazkodás, ugye, ami szintén a klímaváltozáshoz köti a fenntartható épületállományt, hiszen a növekvő meteorológiai terhek nagyon komoly problémákat tudnak jelenteni. Ez veti fel a harmadik kérdést, hogy akkor mit is jelent az, hogy tartós az épületállomány, és a negyedik kérdés, ami kicsit talán nekünk is feladat oktatóknak, hogy hogyan is kell, vagy hogyan kellene a tervezői attitűdnek változnia. A történeti szerkezetekről ugye említettük, hogy sok problémát jelentenek, hiszen energetikai felújításként, energetikai felújításban nehézségeket okoznak, ezt a délelőtti szekcióban részletesen is többen elmondták. Ugyanakkor hadd világítsak rá arra a pontra, hogy ez egyben inspirációt is tud jelenteni. Korábban az építészet történetben rengeteg olyan szerkezetet találunk, ahol a tervezők vagy az építők nem féltek a térbeli erőjátéktól. Egy tipikus ilyen példa a lebegő lépcső, ami az ábrán látható. Térbeli erőjáték esetén sokkal inkább el tudunk érni olyan szerkezeteket, amik nem hajlítottak, sokkal inkább nyomottak, esetleg csavartak, és ezek a szerkezetek lényegesen kevesebb anyagból megépíthetőek. Klasszikus példa a csiga lépcső, vagy például a magyar épületállományban sok helyen előforduló gerendasoros födém, ahol elemi statikai modellekkel nem lehet a megfelelőséget igazolni, de térbeli erőjátékkal látható, hogy nem véletlenül építettek ilyet őseink, a szerkezet gyönyörű szépen áll. Másik ilyen példa azok ugye a boltozatok. Ez a boltozatoknak egy különös válfaja, ami az ábrán látszik, ez a Barcelonai Természettudományi Múzeumban készült ez a kép. Úgynevezett katalán boltozatot látunk, kétszer görbült felületként lényegesen kevesebb anyag felhasználással lehet nagy tereket lefedni tartós megoldásokkal. Mi nem azt szeretnénk sugallni, hogy feltétlenül ilyen épületeket kell építeni, azonban arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy a tartószerkezetek szempontjából a építészet történeti emlékek nem csak nehézséget, hanem inspirációt is jelentenek. A meteorológiai terhekhez történő alkalmazkodás kérdésével foglalkozik a következő blokk. Ugye itt az ábrán egy TDK dolgozatból egy nagyon egyszerű kis megfigyelést láthatunk. Hány tornádó volt Magyarországon egy évben? Ugye nincs ökológiai konferencia exponenciális függvény nélkül, nem lehet nem fölismerni az exponenciális növekedést. Ez az maguk a tervezők, illetve amikor átfelújításról vagy átalakításról gondolkodunk, akkor ezt a kérdést nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen hiába marad ugyanakkora az átlag szélteher, hogyha közben meg a maximális csúcsok azok nagyon meg tudnak emelkedni. Ugye ez mind okozhat tartószerkezeti problémákat, és ugye okozhat épületszerkezeti problémákat is, például a homlokzati burkolatoknak a rögzítésénél. Hogy ez mennyire így van, hagyj mutassak meg egy videót. Ez Bukarest mellett készült, egy kis falunak a templomtornyát látjuk a képen. Komoly szerkezeti problémákkal küzdött ez a torony eredetileg is, de egy kicsit magasabb szélteher is elég volt ahhoz, hogy a videón látható jelensége következzen be. Ez valahol motiválni is szeretné azt a gondolkodást, hogy sajnos, ami tudást a szabványokban rögzítünk, az ugye mindig a múltra vonatkozó tudás, a tartószerkezetek esetében és az épületek esetében, ha klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásról beszélünk, akkor nem lehet kikerülni azt a kérdést, hogy a szabványosításnak
hogyan kellene erre a kérdésre reagálni, hogyan kell azt a helyzetet kezelni, hogy nem csak a múltbeli tapasztalatokra kell már most a jövőben tervezni, hanem egy 50 évre előre kell valamiféle valószínűségeket meghatározni, és nyilvánvalóan ezen a ponton nagyon erősen kapcsolódunk a klímamodellekhez, amiben meg a plenáris előadásokban volt szó. A következő nagy blokk az az épületállománynak a kérdése. Ugye mérnökök, tervezők, akár statikusok, építészek hajlamosak nagyon az egyes épületre koncentrálni, ugyanakkor ugye itt egy egész épületállományt kellene megújítani, ahogy szintén hallottuk a reggeli szekcióban. Én itt egy nagyon-nagyon egyszerű kis buta statisztikát készítettem a KSH 2011-es népszámlálása alapján. Ebben azt találtam, hogy 4,4 millió lakás van Magyarországon, az itt látható eloszlásnak a várható értéke 75 négyzetméter lakásonként. Tervezőként tudjuk, hogy ezt körülbelül 50-60 köbméter tartó szerkezettel tudjuk előállítani, egy ilyen lakást, ami azt jelenti, hogy Magyarországon alsó hangon 200-250 millió köbméter szerkezet van beépítve, és azt is tudjuk, hogy ennek a beépített szerkezetnek az nagyon nagy része az ugye falazott, vasbeton és kisebb mértékben bályok szerkezet. Ehhez képest a fa és az acél szerkezeteknek a mennyisége elhanyagolható. Azt gondolom, hogy ha energetikai átmenetről vagy fenntartható épületekről beszélünk, akkor ezt muszáj figyelembe venni, amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk. Ugye ez a nagy mennyiségű tartószerkezet ez egyik oldalról pozitív, mint hőtároló tömeg, másik oldalról viszont negatív, mert nehezen átalakítható, és hogyha ennek az elbontása mellett dönt a társadalom, akkor ez nagyon nagy mennyiségű hulladékképződést is jelent, hiszen elsősorban a vasbeton hulladékkal mind a mai napig nem tudunk mit kezdeni. Tehát ilyen, azt, hagyd mondjam azt, hogy több előadásban látható volt, ugye, hogy adat lenne szükség energetikai szempontból, hagyd tegyem ezt hozzá, hogy adatra lenne szükség tartószerkezeti szempontból is. És az az említett európai riport, amit vele az egész előadást fölvetettem, tartalmaz még egy nagyon számunkra fontos képet, ez egy ilyen valamiféle gondolkodásnak az eredménye, hogy az energetikai minősége az épületállománynak, az életciklus elemzése az épületállománynak és a szerkezeti elemzése a meglévő épületállománynak együtt kellene, hogy döntésekre sarkalja a társadalmat, vagy megoldások irányába elinduljunk ezen az úton. Én azt gondolom, hogy a mi előadásunk az azért van itt ezen a konferencián, mert úgy gondoljuk, hogy ehhez a harmadik lépéshez talán tudunk segítséget vagy megoldásokat javasolni, tehát tulajdonképpen ezeket a pluszokat kell valahogy ebben az ábrán jól eltalálni, és szeretnénk aláhúzni azt a fontosságot, hogy valahol a tartószerkezeti kérdéseket is végig kell gondolni, különben nagyon-nagyon egyoldalúvá válik az ezzel kapcsolatos gondolkodás. Na most kérdés, hogy ez a tervezői attitűdre hogyan hat vissza? Azt látjuk, hogy a megszokott szerkezeti megoldásokat mindenképpen újra kell értékelni, egy újfajta tervezői szemléletet várunk, és ennek például nagyon komoly inspirációja lehet a természet. Ugye, ha már ökológiai krízisről beszéljük, akkor ne csak azt említsük meg, hogy védeni szeretnénk a természetet, hanem azt is, hogy a természetben ott vannak, vagy ott találhatóak az inspirációk adott esetben újfajta szerkezeteknek a megoldásához. Itt egy kicsit távoli példa látszik, ezt az egyik TDK hallgatómmal vizsgáltuk a pókhálónak a szerkezeti viselkedését. Egészen döbbenetesen optimált szerkezetről beszélünk. A pókhálónak a tömege körülbelül egy ezrede a bogárnak a tömegének, ami becsapódik a pókhálóba. Kétségtelen, hogy ez egy egyetlen egy teherre optimalizált szerkezet, de a dián látható egyéb példák utalnak arra, hogy a szerkezettervezés az nagyon is sokat profitálhatna ilyen jellegű tevékenységekből. Ugye a hagyományos tervezési metodika csak a környezet hatását vizsgálja az épületre, most kezdünk el arról beszélni, hogy ez visszafele, hogyan működik az épület, hogyan hat a környezetére. Azt gondoljuk, hogy amikor energetikai optimalizálásról beszélünk, akkor ebben a szerkezeti kérdéseket, illetve az anyagfelhasználási kérdéseket is szerepeltetni kell. Nem kell megijedni az összetett optimalizálási feladattól, és hagyd mondjam azt, hogy az előbb már említettem a szabványoknak a nehézségét, illetve a problémáját, hogy egyik oldalon fontos, hogy a szabvány bizonyos kérdéseket tisztázzon, másik oldalon legalább ennyire fontos az, hogy a szabvány az ne gúzsba kösse a szervezőt, hanem a kreatív mérnöki megoldásoknak helye kell, hogy legyen, illetve helye is lesz
ebben a történetben. Hogy ez mennyire így van az előadás vége felé, hagyj zárjak egy képpel, ugye ez a genovai híd katasztrófa 2018-ból, ez biztos mindenki ismeri, és hagy emlegessen föl Kollár Lajosnak, a 20. század egyik meghatározó statikusának és egyetemi tanárának a mondását, ami azt mondja, hogy a rutin az az a hiba, amit annyiszor követünk el, hogy már hivatkozni lehet rá. A Morandi híd egy jó példa erre, ugye egy vasbeton szerkezet, nagyon hittek a vasbetonban, mint örök életű anyagban a 60-as években, ugyanakkor nem értették a pontos működését, a Morandi hídnak kezdettől fogva voltak kúszási problémái, azonban az összeomláshoz nem csak a kúszás, hanem számtalan más tényező is hozzájárult, például a meglehetősen vitatható szerkezeti konstrukciója a hídnak. Valahol ez számunkra egyrészt beszél arról, hogy miért veszélyes mindig divatokat követni, illetve beszél arról is, hogy amikor az épületállománynak a vizsgálatáról beszélünk, illetve adott esetben ökológiai krízisről beszélünk, akkor az igazán probléma akkor keletkezik, amikor több negatív hatás egy időben lép föl. Ezért ez egy kicsit az előadásunk arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen összetett mérnöki gondolkodásra van szükség akkor, amikor ugye az energetikai megújulásról, vagy az energetikai teljesítmény növeléséről beszélünk az épületállomány esetében. És akkor röviden összefoglalva az előadásnak a fő téziseit, ugye egyrésztől a jól megválasztott szerkezeti geometria nagyon hatékonyan biztosít teherbírást és csökkenti az anyagfelhasználást. Azt gondoljuk, hogy az építészet történetben látható megoldásoknak egyfajta reneszánsza várható a közeljövőben. Másrésztről az energetikai korszerűsítés és szabályozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy különböző tartósságú elemeket hogyan építünk egymás mellé, mert az előnyöket, amiket ettől válunk, teljesen tönkreteheti ez az eltérő tartósága a különböző elemeknek egymás mellett, és hagy húzza majá, és ez kicsit talán a mi feladatunk, oktatóknak a feladata, hogy a szabvány alkalmazáson túl nagyon fontos a kreatív mérnöki hozzáállás, és nyilvánvalóan egy hallatlanul izgalmas kapcsolódó kérdés, hogy ezt az oktatásban hogyan lehet egy új generáció számára elősegíteni. Köszönöm szépen a figyelmet, és igyekszek válaszolni a kérdésekre, ha... Nagyon szépen köszönöm, nagyon pontosan betartott idő is volt. Látom, Beleznai Éva jelentkezik, akkor először átadom neki a szót. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm az előadást. Megosztva maradt a saját képernyő. Bocsánat, igen, most már jobb. Bocsánat. Köszönöm. Nekem nagyon inspiratív volt az előadás, és különösen azért, mert a körkörös gazdasággal is foglalkozom itt a Környezettudatos Építés Egyesületén belül, és ugye az egyik téma ez az anyag használatnak az optimalizálása és csökkentése, nem csak a hulladék, hanem az anyaghasználat csökkentése is, hogy foglalkoztak-e azzal ebben vagy bármilyen más kutatásban, hogy mennyire túltervezettek a szerkezetek. Tehát sokszor olvasni, vagy én legalábbis olvastam több kutatásban, hogy az energia csökkentést, mint a cement és az acél gyártás, mint legnagyobb és nehezen mérsékelhető iparágnak a csökkentését, azt a szerkezetek optimalizálásával és a túltervezések mérséklésével lehetne megoldani, hogy erre vonatkozóan van-e valami becslés, hogy akár a szabványok miatt, akár mindenféle biztonság miatt, mennyire túltervezettek a szerkezeteink? Ez egy halatlanul izgalmas kérdés, amit fölvetett. Én úgy tudom, ugye az Eurocode, ami most az hatályban lévő szerkezeti szabvány, az ugye próbál kockázatokat meghatározni arra nézve, hogy milyen kockázatot vállaljon a társadalom a szabvány alkalmazásakor. Azonban ismert az, hogy a tervezők, illetve a kivitelezők, a beruházók, mindenki egy kicsit fél, és valójában ezt a kockázatot nem érjük el, tehát sokkal kisebb kockázatot produkál a meglévő épületállomány. Ez egy szerintem halatlanul izgalmas matematikai probléma, hogy ezt valószínűségszámítással hogyan lehetne követni, illetve hogyan lehetne ebbe beilleszteni ezeknek a változó terheknek a helyzetét
amiről most itt szó van. Sajnos konkrét adataink nincsenek, ezt is nyilván nagyon érdemes lenne kutatni egy valamiféle épület mintán, illetve amit említett ugye a vasbetonnak, az acélnak és elsősorban a betonnak a használatát, az viszont egyértelműen a magyar gyakorlatnak is egy felróható hibája, hogy túlontúl vasbeton centrikusan építünk. Rengeteg olyan helyen választják a tervezők a vasbetont, amit minimum falazott szerkezettel meg lehetne oldani. Tehát ez egy picit a tervezői szemléletváltásban ennek nagyon is benne kellene lennie, hogy vannak helyzetek, amikor nem lehet a vasbetontól eltekinteni, gondoljunk egy támfalra, de rengeteg olyan helyzet van, amikor a vasbeton az igenis kiváltható lenne. Kicsit azért is hoztuk ezeket a falazott, meg boltozott falazott példákat, hogy igenis erről szabad és lehet gondolkodni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ott van ez a kérdés, ahol ez a történet most tart. Köszönjük szépen a választ, és úgy látom, dr. Hegyi Dezső jelentkezik egy másik megjegyzéssel vagy kérdéssel. Igen, jó napot kívánok. Erre az előző kérdésre szeretnék reagálni, mint társszerzője az előző előadásnak. Ahogy András is mondta, ez egy rendkívül izgalmas kérdés. Az a tapasztalata a jelenlegi tervezési gyakorlatban, hogy a tartószerkezeti költségeket, azokat a többi költséghez képest viszonylag alacsonynak tartják a beruházók. Az volt az elmúlt 20-30 évnek a trendje, hogy a gépészeti és az elektromos rendszereknek a költségei nagyon durván megemelkedtek, és eközben a tartószerkezeti költségek azok kevésbé jelentőssé, kevésbé hangsúlyossá váltak. És emiatt is túltervezések alakultak ki, mert hogy ez nem költség oldalról, ez nem volt egy lényeges dolog, ez volt a tervezői, meg a beruházói oldalon is a meghatározó szemlélet. De azt lehet látni most a közelmúltban, hogy a tartószerkezet építésnek a költségei, azok durván megugrottak különböző, akár a magyar, akár a világgazdaságra jellemző folyamatok miatt. És nem kismértékben, másfél-kétszer annyiba kerül bizonyos szerkezetek építése, de van, ami háromszor-négyszer annyiba kerül, mint amennyibe került néhány évvel ezelőtt. Emiatt ez a túltervezés, ez már az ökológiai szempontok nélkül is a figyelem középpontjába kezd kerülni. Most azt kell mondjam, hogy egyelőre még csak kicsibe találkoztam ezekkel a jelekkel, de már megjelentek, és azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége lesz a közeljövőben. És itt olyan dolgok jönnek elő egyébként, hogy az András főleg a szabvány oldalról beszélt, meg az építési szokásokról, hogy a szabvány milyen tartalékokat használ, miben gondolkodik a tervező, kivitelező, mert ugye fél attól, hogyha valami hibát követel, akkor mi történik, pedig egyébként maguk a szabványok azok általában, ha nem is mindig, de általában eléggé komoly biztonságot jelentenek. Sokkal inkább arról van szó, hogy az építészek azok milyen megoldásokat választanak. Hát most konkrétan volt olyan épületünk, ahol az építész mondta a végén, hogy ha újra neki kezdene ennek a feladatnak, egészen más koncepcióban gondolkodna, mert a végén, amikor belett minden költségelve, szembesült azzal, hogy duplája lett a szerkezetépítés, mint amire gondolt, és azt is látja, hogy mik voltak azok az építészeti ötletek, amik miatt ez a duplájába került ez a dolog, és azt ő önkritikusan fogalmazta meg, hogy a következő hasonló projektben ez teljesen másként kell megközelítenie ezt a kérdést. És én azt gondolom, hogyha az ökológiai szempontokat is mellé tudnánk rakni az építéstársadalomnak, emellé a költségoldal mellé, akkor azért itt komoly eredményeket lehetne elérni ezen a téren. Köszönjük. Igen, ez most a válasz idejét raboltam, de van egy újabb megjegyzés vagy kérdés. Dr. Józsa Zsuzsanna jelentkezett. Elnézést, hogy beleszólok én is ugyanebbe a témába. Az 500 éves Szent Mártin téglatemplom Landshutban
az ugye a világ legnagyobb téglatornya. Galusz-Rém professzor úrék annak idején kiszámolták, amikor itt megerősítésről, meg egyébről volt szó, hogy a mai Eurokód előírások szerint harmad olyan magas tornyot szabadna építeni, és fele olyan magas boltot adott magába a templom hajóba. Na most ez 500 év óta áll, és hát egy kicsit ugye alul van tervezve, hogyha így veszem, nem túl van tervezve, hanem alul a mai szemmel nézve. Az más kérdés, hogy nagyon tisztességesen kivitelezték, nagyon jó téglaminőséggel, szóval nem biztos, hogy ugyanakkor a szórásra kellett akkor számítani, mint most, de hát ez a másik oldala a dolognak, hogy az élet sokszor azért nem biztos, hogy a szabványokat igazolja. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a választ. Ja, igen, azt hiszem, hogy erre tulajdonképpen csak hozzászólás volt inkább, nem annyira kérdés. Majd kérem szépen a jelentkezést visszavonni, mert akkor keveredés lesz. Én még annyit tennék az egészet hozzá, hogy szinte metaforikusan a integráció együttműködés az többször is előjött az előadásba. Ugye az, hogy a szerkezeteknek, hogy kell együttműködni, aztán a disziplináknak, hogy a energia megtakarítással foglalkozó, meg az építésznek, hogy kell együttműködni, és végül negatív oldalról is egyszer előjött ez, hogy a hatások is együtt jelentkeznek. Tehát ők is integrálódnak és együttműködnek, igen. Ez már egy kellemetlenebb rész. Nagyon érdekes volt az előadás, nem véletlen, hogy ennyi hozzászólót megmozgatott. Köszönöm szépen. Mi köszönjük a lehetőséget. Most pedig újra Beleznai Évához fordulok, mert ő a következő előadó, aki tud is erről, ugye? És akkor felkérem. Ma már egyszer tartott előadást, de most másról lesz szó. Épített környezet és az építésgazdaság szereplőinek fenntarthatósági tudatossági felmérése, ugye ez az előadás címe, amit kíváncsian várok. Igen. Pillanat. Már látjuk. Igen, és hallottok is? Igen. Ja, szuper. Köszönöm szépen. Most a mostani előadásban a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesületének egy tagi felmérését szeretném bemutatni, amit a tavalyi évben, 2020-ban folytattunk le. A háttere ennek a felmérésnek, hogy 2019-es év során kezdtek a városok, egyetemek, civil szervezetek, azok is, akik addig nem figyeltek a klímaváltozásra, észrevenni, hogy baj van, és klímavészhelyzetet hirdetni. Az Egyesületünk megalakította 2020 elején egy munkacsoportot, a klímavészhelyzet munkacsoportot, akinek a képviseletében adom most elő azt a munkát, amit végeztünk. Azt tűztük ki feladatnak, hogy ezt az egész klímavészhelyzet kérdést magyarországi viszonylatban értékeljük, és feltárjuk azokat a kérdéseket, hogy az építési ágazat, az építőipari szereplők hogyan vesznek ebben részt. És a második kérdés pedig az volt, hogy hogyan tudunk mi ajánlásokat megfogalmazni a saját példáinkon, vagy más példák alapján. A kérdőív egy horizontális, tehát sok témára kiterjedő kérdőív volt. Az volt a stratégiánk, hogy első körben először sok mindent kérdezzünk kevés mélységbe, majd utána a főbb témákban próbáljunk meg mélyebbre menni. Most ez az első kör, amiről szó lesz. Magát a témaköröket egy kutatás alapozta meg, ami felmérte a nemzetközi éghajlatváltozási diskurzus főbb szempontjait, témaköreit, elemeit, az Európai Unió és hazai éghajlatváltozási és építőipari tevékenységhez kapcsolódó stratégiákat megnéztük, illetve a nemzetközi minősítő rendszereknek a témaköreit megnéztük. A tagi kérdőívet, hát látszik, hogy nem egy reprezentatív felmérés,
eleve a HUGBC-nek 100 tagja közül sem mindenki töltötte ki. A jövőben tervezzük ennek a nagyobb platformon való megfuttatását. 2020 tavaszán és őszén összesen 60 válasz érkezett, és azt hangsúlyoznám, hogy inkább csak egy szemléletet vagy felvetéseket tükröz, hiszen ez a kevés számú válasz ez nem tekinthető reprezentatívnak. Az első kérdéscsoportunk az az energiahatékonyságra vonatkozott. Az elvártól alacsonyabbak voltak az eredmények, de a szabadszöveges válaszokban a felmérés során sokszor visszatért, hogy a jogszabályok és az ösztönzők hiányosságai miatt a gazdasági érdekek elsőbbsége visszafogja a környezettudatosság szempontjait. Így például a tagi kérdőívben résztvevők 77%-ban, a válaszadók 77%-ban sem tudták az épületeikről vagy fejlesztéseikről bemutatni a 2021. január 1-től meghatározott közel nulla energiaigény szintet. Emellett viszont néhány példamutató megoldás is van a piacon és az Egyesület gyakorlatában, amelyek viszont teljes körűen vagy nagyon nagy arányban megújuló energiaforrásokkal biztosítja az épület energiaellátását. Az energiatémához kapcsolódó másik kérdés a használattól adódó energiaveszteségek. Ezeket a válaszadók 63%-a a gépészeti rendszerek szezonális és évenkénti beüzemelésével és felülvizsgálatával, illetve 50%-nál magasabb arányban a különböző használatú egységek és minden nagy fogyasztó külön mérésével biztosítják. Ez utóbbi figyelmeztet a nem megfelelően működő, kiugróan magas fogyasztásokra és a hibák, illetve a tartalékok csökkentésére. Az évenkénti energiaaudittal viszonylag kevesen élnek a válaszadók negyede, ami viszont szintén egy fontos téma lenne a jövőben. Ami meglepően kevés helyen terjedt el, az a felhasználói felmérés, amivel valóságban az épület használathoz kapcsolódó emberi vonatkozásokat tudná visszajelezni. Ajánlásokat is megfogalmaztunk. Egyrészt fontosnak tartanánk az ösztönzők és a jogszabályi keretrendszerek minél jobban a környezettudatosság irányába való terelését. Másrészt az azért fontos, hogy ezeknek a kidolgozásában az ipari és a mindenkori gyakorlat szereplői, építés gazdaság fő szereplői bevonásra kerüljenek, hiszen egy működő rendszert kellene tudni felépíteni. Emellett azonban nem tekinthetünk el a saját felelősségtől, tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy azért, mert nem elég szigorú a jogszabály. Mindenképpen ajánlásként fogalmaztuk meg, hogy a tagcégek saját maguk a saját beszerzéseikben, saját beruházásaikban egy ennél komolyabb, tehát a jogszabályoknál komolyabb minőségi szintet érjenek el. Az anyaghasználat és hulladék kezelés téma, ami miatt én az előző előadást nagy izgalommal hallgattam, hogy ebben ugye egyik kérdés, hogy maga a működés és az üzemeltetés hogyan tudja a hulladék csökkentést biztosítani, másrészt a fejlesztési és a gyártási folyamatokban milyen módszerek állnak rendelkezésre. A cégek működésében a legelterjedtebb, szinte teljes körű a szelektív hulladékgyűjtés és szállítás,
ez mind a működésben, mind a fejlesztési és gyártási folyamatokban. A válaszadók 53%-a a beszerzései során környezettudatos termékeket rendel, és közel 40%-ánál egyéb hulladékcsökkentő intézkedések kerültek bevezetésre, és itt például konkrétan nevesítésre került a BIM használatával az optimalizálás, anyag optimalizálása tervezés során. A fejlesztési és a gyártási folyamatokban még kevesebb ugye a válaszadók, hiszen a kitöltők negyedét érintette csak ez a kérdéskör, de itt is a innovatív megoldások jelzik a tagjaink elkötelezettségét. A 67%-ban kap prioritást az újrahasznosított anyagok felhasználása, illetve vállalatpolitika erre vonatkozóan, közel 60%-ban a beszállítóktól is megkövetelik a gyártók a környezettudatos előállítás igazolását. Ajánlásként szintén egyrészt a saját jogszabályaink minél inkább körkörös gazdaság irányba való átterelése, környezettudatosságra vonatkozását fogalmaztuk meg. A hulladék és anyagcsökkentő tevékenységekben a hulladék hierarchiának ugye a megelőzés, mint legfontosabb eleme, a kapjon nagyobb hangsúlyt, mint maga a szelektív újrahasznosítás vagy újrahasználat. Zöld beszerzések tudják biztosítani a beszállítói rendszereket, illetve magát az építőipari ágazatban a rövid ellátási láncok megteremtését, és ezáltal a körkörös gazdaságnak egy jobb, magasabb szinten való megvalósítását. A közlekedés két kérdéscsoportja az utazáshoz és a szállításhoz kapcsolódott. Sajnálatosan ebbe az került kimutatásra, amit tudunk is, hogy legmagasabb arányt az egyéni autós közlekedés jelenti mind a magánutazások, mind az üzleti utazások és a szállítások tekintetében. Ezt egészítik ki csak 20% alatti arányban a tömegközlekedés, illetve a mikromobilitási eszközök, kerékpár használat. A kedvező volt azonban, hogy az anyagbeszerzéshez és a termékek szállításához kapcsolódó távolságok, azok inkább az alacsony távolságú utak jelentik, tehát mind a kettőnél 56%-ban a 100 kilométernél rövidebb utat jelentették, ami lényegében egy országon belüli ellátási láncot jellemez. Szintén az ajánlásainkban megfogalmaztuk, ugyanúgy, mint a hulladékcsökkentésben itt is a hierarchia, hogy csökkenteni a felmerülő utazási és szállítási igényeket, és azt követően optimalizálni. Erre most a COVID nagy lökést adott, hogy a videokonferenciák és az otthoni munkavégzés elterjesztésével az utazások száma, a motorizált utazások száma, meg egyáltalán az utazások száma csökkenjen, de emellett a kerékpáros infrastruktúra, és itt nem csak a városi közterületek, hanem maga az épületen belüli zuhanyzás, öltözés, kerékpártárolás lehetőségeit is beleértve, további lehetőség a csökkentésre a jármű flotta cseréjénél az alacsony kibocsátású állományra való csere. Vízhasználat és biodiverzitás egy kicsit átfolyik ugye abba az adaptáció témába, alkalmazkodás témába, amit ez a szekció kevésbé érint. Itt az alacsony vízfogyasztású szaniterek, az alacsony vízszükségletű növények, vagy csöpögtetős, tehát alacsony vízigényű öntöző rendszerek
vannak legmagasabb arányban a projektekbe betervezve és megépítve. Emellett a szabad területek víz megtartó rendszereinek és az esővíz újrahasználat, ez sokkal kevésbé elterjedt, kevesebb mint 20%-ban jellemző. A biológiai sokféleség megőrzésében az urbánus nagy beépítési sűrűségű projekteknél a legnagyobb eredmény az a barna mezős fejlesztések alkalmazása a zöld mezősekkel szembe. Viszonylag alacsony arányban, 20% körüli arányban jellemzők a zöldtetők, zöld falak, illetve az egyéb biodiverz alkalmazások. Megkérdeztük azt is, hogy az üzleti döntésekben mennyire játszanak szerepet a környezeti hatások, és itt a válaszadók 72%-a mondta, hogy van megfogalmazott környezetvédelmi, éghajlatvédelmi küldetése, amelyből azonban csak 50%, amelynek 50%-a az csak belső használatban van, és nem publikus. Harmadik fél által ellenőrzött időszakos beszámolással járó elköteleződést, mint például az ISO-rendszerek, vagy nemzetközi rendszerben az üvegházhatás GHG protokollrendszer, ez egyáltalán nem jellemző még, és az volt a meglepő, hogy a következő 5 évben való elköteleződést sem, tehát hogy viszonylag nagy számban jelezték, hogy nem szándékoznak, vagy még tájékozódni kell róla, ami egyértelműen mutatja, hogy ezek a rendszerek ma Magyarországon kevéssé ismertek, az előnyeik nem tudottak. A zöld minősítések viszont elterjedtek, erről kevesebbet beszélnék, hiszen az akár a hallgatóság is bizonyára többet, tehát ugye ez kevésbé meglepő kérdés, illetve még olyan javaslatok fogalmazottak meg, ami az éghajlatváltozás mérséklésére vagy alkalmazkodásra vonatkozóan innovatívnak kerültek bemutatásra, akár a tervezés, tanácsadás területén, akár a telepítésnél, akár az épületeknél, energia, komfort, anyag, hulladékgazdálkodás, vízhasználat tekintetében. Ezeket részletesen nem ismertetném. Maga a részletes elemzés és értékelés a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület honlapján megtalálható. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy először legyen egy misszió, tehát maga egy küldetés, ezt követően egy ehhez jutó eszközrendszer, amit általában ezek a harmadik fél által minősített rendszerek jelentkeznek, illetve nagyon fontos, tehát a klímavészhelyzet munkacsoport következő feladatának a jó gyakorlatok bemutatását nevesítette, hiszen a tényleges eredményeket felmutató jó gyakorlatok szemléletformálásban jelentős hatása tud lenni. Az utolsó kérdésünk az volt, hogy mennyire látják az éghajlatváltozást a cégek a saját kockázataiknak és lehetőségeiknek, és ez is számomra egy meglepő válasz, magas válaszarány volt, hogy a válaszadók az adott éghajlatváltozási paramétereket nem látják önmagukra vagy a cégük tevékenységére veszélyesnek. A kockázatnál 28-40%-ig, a lehetőségeknél 51-70%-ig jelölték, hogy ez számukra nem vonatkoztatható. És ajánlásként mind a kockázatok, mind a lehetőségek tekintetében számos intézkedés fogalmazható meg, ezeket szintén összefoglaltuk. Az ösztönző és szemléletformálási tevékenységekben azért általában az alacsony függő gyümölcsök
kerülnek használatra, a szelektív hulladéktárolók, kerékpártárolók, kerékpáros infrastruktúra, zuhany, öltöző, szárító kiépítése és közösségi helyiségek kialakítása, mint infrastruktúrális beruházás. A szemléletformáló tevékenységek között az előadások szervezése, hírlevelek, workshopok tartása, illetve kommunikációs kampányok, amit alacsonynak ítéltünk, hogy csak a válaszadók 24%-a biztosít az épülethasználói kézikönyvet az épületek hatékony üzemeltetése érdekében, és még kevesebben, 16%-an folytatnak le épülethasználói felméréseket, pedig ezek a nemzetközi gyakorlat szerint a használatban levő tartalékok és pazarlásokat jelentősen tudják csökkenteni. Úgyhogy ezek mind a javaslataink között megfogalmazásra kerültek, és a következő időszakban folytatja maga a klímavészhelyzet munkacsoport a munkáját. Egyrészt próbálunk adott témára ezt a kérdőívet egy szélesebb körben lefuttatni, másrészt egy-egy témakört elmélyíteni, ami fontos a tagság szempontjából, illetve az esett tanulmányokat is bekívánjuk mutatni, hogy azok a tényleges eredmények, azok mások számára biztatók tudjanak lenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen is a figyelmet. Ez pontosan 20 perc volt. Ez az anyaghatárnak a 33%-os túllépését jelenti. De mi megbocsájtunk, mert hogy nem sokára ilyenre fogunk így kipényük a dolgot. Kivéve, ha valaki se van. Valahol be van a hang, mert mintha visszahallanám magam. Most talán már jó, igen. Megjegyzés, kérdés. Ha nincs semmi, én egy pillanatban megijedtem, amikor a energiahatékonysággal kapcsolatban azt mondtad, hogy a, nem tudom, 70%-a azt mondta, hogy a ösztönzőknek és a jogszabályoknak a problémái vannak, és azt hittem, hogy el fog terjedni ez, hogy mindennek valami más valaki az oka, de aztán nagyon szépen kibújtál ebből, és a javaslatok és a megjegyzések azok mind komoly és visszaható erejűek voltak, tehát a iparágra vonatkozott, nem valaki másra, mert néha látunk ilyeneket, hogy mindennek csak más az oka. Egyébként van, amikor tényleg más is az oka, én ezt nem vitatom. Jó, köszönöm szépen, és akkor, hogy könnyen megijeszhető legyen, mondjuk azt, hogy 16 órakor találkozunk. Kérem, hogy ne szíledjenek szét, nagyon örülök, hogy 37-en vagyunk, és 3 előadással fogjuk folytatni. Most ez egy olyan szünet, amikor nincsen közben semmiféle egyéb program, mindenki maga gondoskodik a programból. Köszönöm.